Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit, és akkor hát elkezdődne ez a sorozat, amelynek a hívószava rendszerváltás, pontosabban fedőneve rendszerváltás, és hogy annak azért kezdjük el ezt a mini sorozatot, mert hogy 11 hónap van a választásokig, és valóban jó lenne mindent megtenni saját magunkban is, meg akiket egyáltalán elérünk a környezetünkben, hogy segítsük magunkat és másokat abban, hogy minél kevésbé indulatból szülessenek a döntéseink végig ebben az egy évben, és aztán persze a választásokon is. Ez a kis szeretett közösség, amit az elmúlt egy évben formálódott, teljesen természetesnek tekinti ezt, mindnyájan tudatában vagyunk annak, hogy a negatív szellemi energiák lehetetlenné teszik a helyes ítéletet, ha nem helyesen ítélünk, akkor nem tudunk helyesen dönteni, és persze nem tudunk helyesen cselekedni. Ez a nemzet, a magyar nemzet nevű emberi közösség az elmúlt 5-600 év során több alkalommal is öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Szerencsére egyik alkalommal sem sikerült, de nagyon fontos rögzítenünk, hogy az, hogy több ezer éve létezik egy ilyen nem létező globális erő, ez evidencia. Az igazi kérdés sohasem ez, noha értelemszerűen itt is finomítanunk kell a tudásunkat arról, most is mindjárt ezt tesszük, hogy mi is ez a bizonyos erő, de ami igazán lényeges, az ennek a konfliktusnak a másik oldal, vagyis mi. Tehát az a kérdés egy árnyalatú, persze az is nagyon fontos, hogy pontos képünk legyen erről a bizonyos nem létező erőről, de egy árnyalattal ennél is fontosabb az, hogy kik vagyunk mi, kik vagyunk és mit akarunk, ahogy már a múltkor is idéztem. Mert hogy ennek a konfliktusnak mi vagyunk a másik oldala, tehát hogy ez a konfliktus hová vezet majd történelmileg, az legalább annyira függ tőlünk, mint ettől az ellenerőtől. Azért nem szerencsés most a trianoni évforduló kapcsán is kizárólag arra összpontosítani, hogy minket bántanak. Hát persze, igen, valóban bántanak minket, de az igazi kérdés az, hogy mi miért hagyjuk. Tehát miért, nem győzöm elégszer hangsúlyozni ezt, lehet, hogy minden alkalommal el fogom mondani, értetlen fájdalmas számomra. Az, hogy tehát Tisza István azt mondja, hogy ezzel a háborúval Magyarország semmit nem nyerhet, de mindent elveszíthet, majd 5 perc múlva belép ebbe a háborúba, és Magyarország mindent elveszít. És semmiféle magyarázatot nem adtunk azóta se arra, hogy miért viselkedünk így. Ez egy folyamatos öngyilkossági kísérlet. Most már 5-600 éve is abszolút ugyanez volt, természetesen Mohács előtt is. És hú, most majdnem azt mondtam, hogy ugyanez lesz, vagy már van a harmadik utolsó nemzeti tragédia előtt is. Hát ezt kellene valahogy megelőzni. Na, de akkor térjünk rá a tárgyra, tehát ahogy említettem, hát igen, legalább 7 részből fog állni, ezt a mai részt is annak szerettem volna szentelni, hogy ahogy említettem, a szocializmus nevű jelenséghalmazról 2 beszélgetést is létre kell hoznunk. Ez lett volna az első, de kiderült, hogy akkor ez még a nulladik szint. Ez majd átvezet remélhetőleg legalábbis a végén abba a valamibe, ami szocializmusnak, meg számos más módon is nevezte magát, de mivel ez a valami, ami szocializmusnak nevezte magát, ha mondjuk egyetlen fogalomba akarjuk sűríteni, akkor egy ilyen elvadult, persze jelzők határozók, tehát egy elvadult politikai kapitalizmus, degenerált politikai kapitalizmus volt, és ebből mindjárt az is kiderül, hogy nem lehet a szocializmusról anélkül beszélni, hogy
hogy előtte ne próbálnánk azt a valamit definiálni, ami magát kapitalizmusnak nevezi. Ezek is mérgezett fogalmak. Sajnos, mint valószínűleg a legtöbb izmus, tudnélik, mindenki teljesen önkényesen használja, valójában soha, semmilyen módon meg sem kísérelhette az emberiség az elmúlt 600 év során, hogy valamiféle konszvaszizdasz emberiség, ez a másik kérdés, amit szintén mindig említünk, nem is kísérlethette meg, mert nincs olyan, nem volt, ma sincs, és soha nem is lesz olyan, hogy emberiség. A kultúrák között kellett volna valami egység arra vonatkozóan, hogy mi is az a nyugatias modernitás, ami a 19. század óta kapitalizmusnak nevezi önmagát. Tehát ahhoz, hogy a szocializmusról egyáltalán beszélni tudjunk, mert a rendszerváltás csak úgy érthető meg, ez a mondat egyébként akár helytálló is lehetne, hogy a rendszerváltás nem más, mint a szociál, a magyar társadalom átmegy a szocializmusból a kapitalizmusba, csak az a probléma, hogy mind a három eleme definiálatlan, és lehet, hogy definiálhatatlan is. A két izmus, a kapitalizmus és a szocializmus, ami persze egy és ugyanaz, ezért születhetett az a vicc, hogy a szocializmus nem más, mint a kapitalizmusból a kapitalizmusba vezető út legkegyetlenebb szakasza. Tehát akkor először a kapitalizmussal kell szembesülni. Ez egy élősdi, több ezer éve épülő, legalább 3000 éve épülő, élősködő létmód. Az élősködés valójában mondhatni teljesen természetes jelenség, noha nagyon izgalmas a dolog, mert ugye az élősködő csak utólag jöhetett létre, tehát először a normális, nem élősködésre épülő életnek kellett létezni, hiszen az élősködő egy idő után már valójában nem is tud meglenni a gazdaszervezet nélkül, tehát azért sok máig is tisztázatlan eleme van ennek az egész kérdéskörnek. Egyszer mondjuk ennek önállóan is szentelhetnénk egy beszélgetést az élősködés természetéről, de valójában könnyen belátható, hogy soha nem távolítható el az életből az élősködés, mert mindig ócsóbb lesz élősködőnek lenni, ez teljesen természetes. Azért mulatságosak ezek, és akkor a korrupció ellenes, hogy most akkor a korrupció, majd kiírtjuk a korrupciót, nem lehet a korrupciót kiírteni természetesen, mert az az élősködés egy formája, és az élősködés se lehet kiirtani, mert a csábítás, a kísértés arra, hogy hát én gyorsan, könnyen, olcsón jussak hozzá valamihez, gondoljunk arra a Tao, tehát Lao Tse is így fogalmaz, hogy jó cselekedni mindig nehéz és fáradtságos, igen, azért meg kell dolgozni, míg rosszat cselekedni mindig könnyű és szórakoztató, az élősködés is rossz cselekvés, olcsón akar, hogy közben könnyű legyen, és szórakozhasson közben, tehát ne a nehéz, fáradtságos, jó tevést hajtsa végre. Tehát a filozófiai mélységeiben ez egy nagyon egyszerű dolog. Az igazi kérdés nem is ez, hanem az, hogy egy élősködő létmód hogyan képes 3000 éven keresztül fenntartani magát, mi több, hogyan képes arra, hogy úgy mutassa fel magát, mint az emberi történelem csúcspontját, mint az emberi lét jótevőjét, a kapitalizmus, tehát ami tőkét halmoz fel, és abból csak gazdagság, meg jólét, meg persze demokrácia és egyebek, szóval csupa jó, tehát hogy tudja egy, mondjuk ki, globalóma, tehát egy globális rákos búrjázás, ami 3000 éve folyamatosan jelen van, de időnként intenzíven, ahogy említettem, ugye a római birodalom is az utolsó szakaszában, final stage, a császárkorban valójában egy ilyen globális kapitalizmus kísérlet volt. John McMurtry, egy kanadai-amerikai író, tulajdonképpen filozófus, esztéta, tehát nagyon sok mindennel foglalkozott. Nagyon izgalmas ez a könyve, ez a címe neki, hogy The Cancer Stage of Capitalism, tehát
Tehát a kapitalizmus, mint az emberi létezés rákos állapota. A könyvében egyébként nagyon szellemesen, az egészen hétköznapi folyamatokon keresztül, 13-ban jelent meg, hát sajnos csak angolul van meg, magyarra egyelőre nem fordították le, tehát McMurtry az író neve, és Cancer Stage of Capitalism. Tehát az egészen hétköznapi példákon keresztül írja le, hogy ez az élősködés, mert végül is a rák is egy élősködő, tehát a rákos sejt arra jön rá, hogy sokkal egyszerűbb dorbézolni, tehát nem együttműködni, nem robotolni, mint a többi hülye hetero sejt. Én Pride vagyok, a ráksejtek szabad és büszke népe, bebizonyítja, hogy ő sokkal jobb mindenben, mint ezek a rabszolga sejtek, akik itt fegyelmezetten együttműködnek. Tehát az élősködés egy formája, az igazán zseniális az benne, hogy képes volt egy olyan valójában létszerveződési móddá válni, amely állandóan azt tudja bizonyítani az áldozatoknak, tehát a gazda állatoknak, hogy valójában ez nagyon jó nekik, és a gazda állatok szolgálják is. Ehhez egyébként persze kapcsolódik egy ilyen folyamatos látványtechnikai tűzi játék is, ami azért inkább csak az elmúlt évszázad, tehát ugye a 20. század, vagy maximum a 19. század végén, tehát azért teszi lehetővé egyes részein a világnak, a centrumokban, hogy az gyönyörű, gazdag, tiszta, és ott mindenki persze gazdag, és minden tiszta és elegáns, hogy látványtechnikailag ezzel azt tudja bizonyítani, hogy na, hát ezért kell, hogy mindenki szeresse és akarja a kapitalizmus, mert majd step by step ide fog eljutni. Ez nyilván a legsötétebb hazugság, mert az, hogy ilyen látványos, gyönyörűséges centrumok, ahol minden elegáns és gazdag és tiszta lehetnek, az pont azért lehetséges, mert olyan tömegű erőforrást von el a perifériákról, amelyek ezt a kirakatot átmenetileg legalábbis lehetővé teszik. És úgy tünteti fel, hogy hát az a kapitalizmus lényege, és a perifériák hát azért szegények meg nyomorultak, mert nem eléggé kapitalisták, holott hát értelemszerűen egy élősködő vonja el tőlük a periféria, nélkülözhetetlen értelemszerűen az a gazda állat, onnan vonja el az erőforrásokat. De a zsenialitása pontosan abban áll, hogy a gazda szervezet, tehát az egész emberiség, vagyis mi, nap mint nap megerősítjük, fenntartjuk. Ugye a régi mondás szerint nem megdönteni kéne, hanem nem kéne építeni nap mint nap, de ezt tesszük. Ezt tesszük, amikor megvásároljuk az áruját és szolgáltatásait. Ezt tesszük, amikor gyerekeinket, én most már leginkább a unokáimat, persze jó iskolába akarjuk adni, ahol jó globalistává nevelik őket, lehetőleg nyugati egyetemekre. És jó, nem részletezem, és nem ostorozni akarom magunkat, csak arra felhívni a figyelmet, hogy merő jó szándékból, tehát jót akarunk mi értelemszerűen, de mindezzel, tehát életünk minden mozzanatával valójában ezt szolgáljuk. Nem kell ettől kétségbe esni, de azért azt látni kell, hogy ez egy rendkívül rafinált létcsapda, és nem lesz egyszerű belőle a menekülés. Már csak azért sem, mert ráadásul, és ez is nagyon lényeges tulajdonsága ennek a magát kapitalizmusnak nevező élősködő létszerveződési módnak, hogy úgy tudja feltüntetni, hogy tehát ő értékeket hoz létre, holott valójában feléli. Feléli az emberi létezés külső, tehát természeti erőforrás, külső természeti erőforrásait, földet, vizet, levegőt elmocskol, illetve az emberi létezés belső erőforrásait, tehát lelki, erkölcsi, szellemi energiáinkat. És mindezt úgy hajtja végre olyan bűvész mutatványokkal, hogy úgy legyen feltüntethető, hogy ezzel ő maga az, aki rendkívüli értékeket hoz létre. Talán az overfishing
fejezi ki a legpontosabban, hogy miről is szól a történet, ez ugye túlhalászás. Tehát úgy állítja be, hogy milyen jó tétemény az az emberiség számára, hogy akkor könnyen, gyorsan, olcsón, hatalmas tömegű tengeri élőlényhez, a tenger gyümölcseihez lehet hozzájutni, mert technológiailag már lehetővé tette, hogy milyen fantasztikus, óriási, gigantikus halász flották léteznek, amelyek már ott kint a tengereken fel is dolgozzák ezeket a tengeri élőlényeket, és ez mind nagyon helyes így, csak hogy ez az overfishing arra utal, hogy sokkal többet szed le ezekből a gyümölcsökből. Ez olyan, mint hogyha egy gyümölcsfáról mondjuk ötször annyi gyümölcsöt szeretnénk leszedni, mint amennyi van rajta. Szerencsére a gyümölcsfa értelemszerűen ott ezt nem tudjuk megtenni, de a tengerek, a világtengerek esetében igen. Körülbelül a háromszorosát veszük ki annak, mint amit normálisan gyümölcsöt, ha már tengergyümölcsei kifejezést használjuk, mint amennyi gyümölcsöt hoz. És ez egy kritikus ponton, point of no return, az egész összeomlásához vezethet, ami akár az egész földi élet, nem csak az óceánok élővilágának, hanem az egész földi élet összeomlásához is vezet. És ráadásul ezt mindenki tudja, tehát mindenki tudatában van ennek, és mégis úgy teszünk, mintha nem kell ezzel foglalkozni. És mindez azért van, mert ugyan abszolút életellenes ez a halál civilizációja, ahogy II. János Pál pápa fogalmazta, csak hogy az élet rendkívül rugalmas, tehát a földi élet, nem a kapitalizmus rugalmas valójában, meg ügyes, meg ötletes, meg helyén való, hanem a földi élet elképesztő tartalékai azok, amelyek még mindig kibírják ezt. Az élősködő úgy próbálja beállítani, hogy na ugye, hogy milyen jó, hogy vagyok. Azért ilyen egészséges, meg jó, meg dinamikus az egész emberiség, mert én vagyok, és nyilván mindenki törekedjen is egyre inkább arra, hogy legteljesebb mértékben átvegye, ami én vagyok. Ez megint a ráksejt logikája, a Pride, tehát a ráksejtek szabad és büszke népe, kövessetek minket, a legjobb az volna, hogyha minden élőlény csupa ráksejtből állna, körülbelül ez a globális kapitalizmus krédója. És egészen addig fog tartani, ne a forgatókönyvről persze nem tudunk semmit, hogy ez mikor fog bekövetkezni, egészen pontosan addig fog tartani, amíg az élet nem jut el a legvégső határához, mert azért a földi életnek is bármilyen rugalmas és bármilyen óriási tartalékai vannak, noha volt 6 nagy kihalási esemény is, amikor majdnem elpusztult az egész földi élet, és aztán újra teremtette önmagát, persze, tehát rendkívül rugalmas, de nem végtelen a rugalmassága. Tehát attól még ebben a formájában, és számunkra nyilván ez a lényeg, ebben a formájában simán összeomolhat az egész földi létezés. Egyébként két kifogástalan globális pedigrével rendelkező amerikai Nobel-díjas, mindketten Nobel-díjas közgazdász, már hivatkoztam egyszer erre a könyvbe, magyarul, ezt viszont kiadták magyarul is, Balek halászata a címe. Én magamban ezt a Fishing for Fools, ezt úgy fordítottam, hogy halászat hülyékre, hogy alliteráljon, és ők maguk írják le, hogy halászat hülyékre, vagy óvatosabban, ugye a magyar címe végül is Balek halászat lesz, hogy ez folyamatosan arról szól, hogy talál-e még Balekot, akit meggyőzhet arról, hogy ez milyen ki is talál, egyelőre talál, addig értelemszerűen fent tudja tartani ezt a végzetes látszatot, és hát maga a berendezkedés, létberendezkedés meg addig fog tartani, amíg az élet tart, amíg ki nem foszt minden élet, mint ahogy a rák is, nyilván addig tart, amíg az adott élőlény minden erőforrását el nem használja, illetve az élőlénybe visszaürített anyagcsere, végtermékek, pusztító hatása, a kettő nyilván együtt jár, mert egyre kevesebb energiája lesz az adott élőlénynek, mert elszívja a globalóma a földi élővilág esetében, és egyre szennyezettebb lesz értelemszerűen, mert el kell takarítani azt az anyagcsere végterméket, akár
akár ökológiai pusztítás, akár kultúrmocsok formájában, amit a globalóma termel. Ezt írja le egyébként, ahogy már sokszor említettem, ez a bizonyos közlegelők tragédiája, ez egy Gerrit Hardin nevű amerikai filozófus írta le, 68-ban publikálta a Science magazinban, amelyben pontosan ez van benne, ez a létcsapda, hogy ugye van egy faluközösség, ahol 10 család él, és mindegyik egy kis tehénkét hajt be a közlegelőre, és szépen harmóniában, szerényen, de szépen harmóniában léteznek, egész addig, lám, élősködés, amíg valamelyik gazdának eszébe nem jut az, hogy mi lenne, ha én holnaptól 2 tehenet hajtanék be a közlegelőre, igaz, akkor már 11 tehénke legelészik, tehát a hozam 0,9-re csökken, de a többiek azt észre se veszik, hogy 10%-kal csökken a hozam, de nekem 2 0,9-es tehenem lesz, ami 1,8, tehát az én hasznom, profit, lám csak, az 80%-kal növekszik. És ez az a profit, a végén, hogy megnevezzük ennek az egésznek a vehikulumát, ami hordozza, a profit valójában egy nem létező létező, amely csak azért kimutatható, mert valahol ott van az a létseb, amit okoz. És amikor ezek a létsebek már gyógyíthatatlanná válik, hát nagy valószínűséggel akkor lesz itt a vége, fuss el véle, akkor romlik össze, hogy ez pontosan mikor, több száz év valószínű még, de hogy mikor fog bekövetkezni, azt persze nem tudjuk, és természetesen az sem, hogy hogyan. És azért, hogy valami biztató is legyen mindebbe, mármint abban, hogy ugye megint sikerült szétbeszélnem, pedig ennél összefogottabb szerettem volna lenni ezzel, legalább a bevezető részben, hogy ígéretesebb legyen, hogy azért eljussunk oda is, és akkor a következő két rész tényleg a magát szocializmusnak nevező kapitalizmus korrekciós kísérleteknek szenteljük, mert ez már megszületése idején is, tehát valahol a 15., 16. század, sőt Szent Ferenc kísérlete is már valójában valamiféle korrekciós kísérlet volt. Szent Ferenc élte át először, hogy ez egy deszakrális, gyilkos, pusztító létmód, és a maga szelíd módján próbált tiltakozni ellene. Aztán Thomas More, vagy Mórus Tamás, ahogyan mi nevezni szoktuk, 8. Henrik később kivégzett Lord kancellárja, aki Utópia című művében megír egy elképzelt országot, amely valahogy orvosolni tudja a korakapitalizmus pusztító következményeit, amelyet Thomas More úgy fogalmazott meg az Utópiában, hogy is a birkák felfalják az embereket. Ez nem azt jelenti, hogy vérrengző ragadozókká váltak volna a birkák, hanem megjelent a vérrengző, ragadozó, élősködő, a kapitalizmus, a bekerítések világa, ám ennek részletes kifejtése már csak a következő részben történik meg. Köszönöm szépen, hogy elviseltek, és érzitek talán a feszültséget, meg az indulatot. Nagy valószínűséggel, sajnos, ez végig fogja, akit bár törekszem mindezt lecsitítani, végig fogja kísérni az egészet. Fájdalmas, igen, fájdalmas találkozni önmagunkkal, azzal az önmagunkkal, amely önmagunk nap mint nap megtámogat, segít fennmaradni valamit, amiről mindnyájan tudjuk, hogy nem viheti máshová, csak a teljes pusztulásba az egész emberi létezés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.